Akkor most térjünk rá a mai témára. A fő címünk, ami végigkíséri a sorozatot, úgy szólt, hogy magyar szemmel a nagyvilágban. Na most az eddigi helyszíneknél még úgy általában nem sokat kellett magyarázkodni, hogy végül is miért megyünk mi oda, miért nézegetünk ott körül magyar szemmel. Talán még a legtöbbet a kappadokiai barlangszentélyeknél kellett ilyen magyarázatot fűzni a látogatásunkhoz. De egyébként eléggé magától értetődő volt. Most viszont átmegyünk egy óceánon. Tehát joggal meg lehet kérdezni, hogy mit keresünk mi Dél-Amerikában. A helyzet az, hogy meg is kérdezték. Tudom, hogy a hátam mögött, azt is tudom, hogy nem a legjobb szándékkal, hogy miközben itthon forranak a dolgok, és igaz magyar embernek hordon a helye, és ott kellene most a szavát hallassa, emmegitten kimegy Dél-Amerikába, mit keres ez ott? Na most az ilyenekre nem reagál az ember, de minden esetre jó tudni, hogy vannak ilyen hangok. Hát erre egy mondattal lehet válaszolni. Nem én kerestem Dél-Amerikát, Dél-Amerika keresett bennünket. És ezt nagyon vegyük komolyan, mert az a helyzet, hogy jelenleg talán a világon sehol nincs annyi feltáratlan igazi kincs, most szellemi értelembe vett kincs, mint éppen Dél-Amerikában. És ott igaz, hogy voltak már kísérletek rá, hogy magyar ember magyar szemmel nézzen ott körül, de általában hát vagy addig fizették, míg valamilyen más szemüveget vett föl, és azon keresztül kezdte nézni az ottani valóságot, vagy pedig hát addig-addig nézegetett, míg egyszer csak belehalt ideje előtt. Ilyen is volt. Na most nem veszélytelen dolog belekotorni olyan műveltségi rétegekbe, ahol hát mások már ugye letették a garast, és azt mondták, hogy itt csak mi, más nem. A dél-amerikai műveltségek közül mi tulajdonképpen hát itt továbbiakban négyről fogunk beszélni, de háromról úgy, hogy egy kicsit bővebben vagy mélyebben beleturkálva. A negyedik egy kicsit ilyen gumianyagnak tevődött bele már eleve a programba, ez a következő előadás lesz. Ezt jó, ha előre tudjuk. Most 169 felvételt fogok bemutatni, ami azt jelenti, hogy minden valószínűség szerint ki fogunk csúszni a mai időből. Semmi gond nincs, megvan az a pont, ahol be lehet rekeszteni, abba lehet hagyni a mai este, ha ez még ma lesz. És akkor a maradék rész nyugodtan átjöhet a következő alkalomra, és akkor ott folytatjuk. Tulajdonképpen a következő alkalomnak egyetlen igazi hát főszereplője van, ez a Machu Picchu-nak nevezett helyszín. Az összes többi az rávezet, vagy az előzményeit taglalja, zömében kitűnő múzeumi anyagot fölvonultatva. Ezek tényleg egyrészt hát nagyon jól sikerült felvételek, egyetlen egyet se készítettem, tehát ezt rögtön hadd mondjam, amennyire az eddigiek valóban, hát zömükben saját felvételekből álltak össze az eddig előadások, ebben csak hát kapott anyagból dolgozunk, igaz, hogy mindannyiukkal együtt kint voltunk, tehát együtt készültek a felvételek. Most ülnek itt is köztünk azok, akik készítették őket, majd adott esetben hivatkozni fogok rájuk. Tehát ez a második, a következő anyag, ez lesz az, amelyik erre valószínűleg rácsúszunk. A harmadik az a Nazca vonalakkal fog foglalkozni, ez már gyakorlatilag együtt van. És a negyedik, az talán a legizgalmasabb, az pedig az ikai fekete kövekkel és azoknak a képjeleivel. Hát ennyit akkor, mindegyik téma olyan, talán a Machu Picchu a legkevésbé. Az lesz a leglátványosabb talán, de ott van szükség talán legkevésbé arra, hogy magyar szemmel nézzük a dolgokat. Ott úgy szeretnek önmaguktól megmutatkozni a dolgok. Tehát egyrészt majdnem teljesen éppen maradt ránk, másrészt pedig lehet azt más szemmel is egészen mélyen, hát a jelentésében elmerülve, hát megközelíteni. Nem így van viszont az, amivel ma foglalkozunk. Ugye a cím ez visszautal az előző témára, tehát Dél-Amerika Baalbekje Tiahuanacu. Ezt a nevet nem én adtam neki, ezt talán már említettem az első előadáskor. Ezt már a német szakirodalom így kezdte el tárgyalni annak idején, még az 1800-as években, és van is, majd látni fogjuk, némi rokonság.
de hát itt egy teljesen önálló kultúráról van szó. Az egésznek a környezetét itt lehet látni, tehát két ország határán van ez a tó, ez a Titicaca tó, és ettől nem messze, tehát ma már nem a partján van, hanem egy olyan, azt hiszem, 20 kilométernyi távolságban, és eredetileg egészen nyilvánvaló jelekből lehet következtetni, tehát ez nem feltételezés, hanem tényekre alapuló következtetés. Az, hogy eredetileg Tiahuanacuig elért a Titicaca tó, ez pedig egy elég komoly szintkülönbséget jelent, ez egy 17 méteres szintkülönbséget jelent a jelenlegi tó hát szintje és Tiahuanacunak a fekvése között. Most, hogy ez a Tiahuanacu milyen magasan van, a tengerszinttől számítjuk ilyenkor a magasságot, ez 3900 valamennyi, én kereken 4000-nek szoktam mondani. Ez nem rendkívüli ezen a vidéken, tehát most ne kezdjenek sajnálni bennünket. Más kérdés, hogy föl kell rá készülni, tehát ritkább a levegő, de egyáltalán nem alkalmatlan arra, hogy ott emberek éljenek. Majd továbbiakban ki fog derülni, hogy sok minden nem egészen így nézett ki valaha. Tehát itt nem csak a tó szintje változott, egészen biztosan a eltelt évezredek folyamán, valószínűleg ezzel összefüggött, sőt, hát egészen biztos, hogy összefüggött a levegősűrűség is. Tehát ilyen nincs, hogy csak az egyik változik, a másik vele együtt nem változik. Minden esetre, ugye ezt látjuk, itt van a határ, elég faramuci módon húzták meg, ezt rögtön lehet látni. És csak azért, hogy valami fogalmunk legyen itt a hát mondjuk politikai viszonyokról, bár ezekben nem akarok most belemenni, de Bolívia majdnem annyit vesztett az elmúlt mondjuk 150 évben, mint amennyit mi. Tehát ő a Dél-Amerika abszolút vesztese. Csak az nem harapott bele, akinek éppen a műfogsora akkor cserélésen volt, mert Chile leharapta a teljes tengerpartját, teljesen indok nélkül. Miért? Mert én vagyok az erősebb. A másik oldalról először Paraguay harapott bele, utána meg Argentina, még a Paraguay által leharapott falatból is leharapott. Tehát ha valahol sejtettek valami értéket, ez lehetett természeti érték is, például az Iguazú vízesés, abban a pillanatban már haraptak is. És miután őrájuk is az volt sajnos a jellemző, mint mi ránk, hogy egymással hadakoztak ahelyett, hogy a külső ellenség ellen összefogtak volna, hát nem volt olyan nehéz őket időről időre legyőzni. Na ennyit erről, mehetünk már is tovább. Az elején egy kicsit én megpörgetném a képeket. Ezt bővebben azért nem kommentálom, mert szinte egyetlen dátuma sem biztos. Ez a jelenlegi, hát hogy mondjam, legfrissebb és általában elfogadott időrend, amelyben, hát tulajdonképpen amit én kiemelek most, az csak a következő. Az első, itt talán lehet látni még az évszámokat is. Ez a Chavín de Huántar, vagy Vantár kultúra. Ebből látni fogunk ma még, ha megérjük, egy-két ilyen analóg felvételt. Hát ezt nagyon-nagyon jó szándéka. Tehát azt jelenti, hogy aki már Krisztus előtt 800-ra datál egy dél-amerikai kultúrát, azt már úgy körülvizsgálják, körülbírálják. Na, nem lesz ez nagyon romantikus? Tehát itt tulajdonképpen a Krisztus előtti egy évezrednél tovább, az legalább annyira nem szabad, vagy nem illik, vagy nem tudom, hogy mondjam, menni, mint mondjuk nálunk Szent István elé ma már nem szabad menni. Hát tudjuk, hogy már Brüsszelben mi Szent Istvánnal kezdjük a történelmünket, ezt gondolom tudják. Tehát már Árpád nincs. Tehát aki pedig Árpád előtt is feltételez magyart a Kárpát-medencébe, hát arra ez a madár eledel féle törvény, ez fogán vonatkozni. Ezt tudjuk, hogy mi ez a madár eledel. Hát mi biztos tudják, hát magyarnak, hát a madár az a hollót jelenti. Na most az eledel meg a koszt. Ha összeolvasom, akkor már tudom, hogy miről beszélek. Csak az a helyzet, hogy nem mindegy, hogyan értékelem ezt a kosztot. Mert hát hazamegyek, természetesen otthon is értékelem a kosztot, de valószínűleg törvénybe fogják hozni, hogy nem lehet értékelni a kosztot otthon. Nem lehet, ez most már csak időkérdés, hogy mikor fogják ezt törvényerőre emelni. Eddig legfeljebb kaptam az orromra egy keveset, de most azt hiszem már a börtönbüntetésig is el fog jutni a dolog. Tehát azért
most már nagyon óvatosan kell fogalmazni. Tehát minden esetre ez a csimú, ez már 800-ig visszatornázta magát Krisztus előtt, ez óriási eredmény. Ami később jön, tehát ez a Csavinnak az utóélete, ez egészen idáig, tehát 200 körülbelül Krisztus előttig, eddig tart. Ami viszont bennünket most közvetlenül érint, az itt jelenik meg, és akkor az ember azt mondja, jól látok. De hiszen, hát itt Krisztus után vagyunk már, azt mondja, hogy ezer és meddig tart, azt mondja, hogy 1200 között nagyjából. És hát ott utána aztán van hatása, tehát körülbelül lehet látni. Elindulni pedig valamivel hamarabb engedték, de csak nagyon-nagyon ilyen áttételesen, tehát például innen szabad volt egy picit hatásokat fölvenni. Most ezt azért mondom, mert tulajdonképpen ezt fogjuk látni akkor is, amikor táblákat mutatunk majd Tiavanakuból, és ez megy át a közönségbe. Tehát a közönség úgy tudja, ez egy nagyon fiatal kultúra. Na akkor nézzük tovább. A egész területnek a helyszínrajza, itt, hát ezeket aki gondolja, az olvassa végig. Tehát itt fogunk barangolni a továbbiakban. Két nagy területe van. Az egyiken különböző építmények sorakoznak aránylag szorosan egymás mellett. A másik pedig, hát egy jó távolságra tőle, tehát azért ez kilométerekben mérhető távolság. Mi ezzel fogjuk kezdeni a vizsgálódást. Tehát ennek a Puma Punku a neve, mindegyiknek van valami jelentése, de máig vitatkoznak tudósok, hogy tényleg azt jelenti-e, vagy mégse. Tehát ez a Puma Punku, utána fogunk ide átjönni, ez lesz a másik. Itt van az, amit Akapánának neveznek, ez egy tulajdonképpen egy nappiramisnak szokták fordítani. Majd látjuk mindegyiket közelről. Ez az, amit Kalasasaya néven emlegetnek, ami egy templom együttes. Tulajdonképpen maga ez egy templom, és hát az azt körülvevő falazat. És itt van benne az a bizonyos kapu, amit mi részletesebben fogunk majd tárgyalni, ez az úgynevezett napkapu. Itt van a holdkapu, ezzel fogjuk befejezni az első nagy részt. És itt van az a süllyesztett templom, ami tulajdonképpen egy ilyen alvilági szintet képvisel. Tehát ezt meg fogjuk nézni. Hát itt meg a fogadóépület. Na, mehetünk akkor tovább. Hát itt van, nem különösebben megnyerő az az épületkomplexum, amelyben a feltárt anyagnak egy része, tehát ami nem került be La Pazba, a múzeumban, hát az itt van. Tulajdonképpen egy olyan emlék van, ami valóban, hát melbevágóan fontos, és már mindjárt körbejárjuk, mehetünk már is tovább. Ezt azért gondoltam, hogy bemutatjuk, mert általában mi elkeseredünk, hogy nálunk mennyi a fantáziátlan, ostoba olyan építmény, aminek semmi köze nincs se a hagyományhoz, se ahhoz az anyagféleséghez, amit hát belétettek. Világjelenség. Semmivel nem vagyunk idiótábbak, mint bárhol más. Bocsánat, semmivel nem idiótábbak vezetnek bennünket, mint ami bárhol máshol a világon kimutatható. Tehát kár külön magyar fájdalmakról panaszkodni. Mehetünk már is tovább. És akkor itt vagyunk annál az emléknél, amelyik ebben az egész épületkomplexumban talán a legértékes, sőt mondhatom, hogy a legértékesebb. Na most ezeket monolitoknak nevezik, hiszen egyetlen kőből vannak kifaragva, monolit csak ennyit jelent, tehát egyetlen kő. Elnevezésük pedig, hát ma már általában elfogadott egyetlen elnevezésük van, régebben nevezték őket másképpen is. Ezt egy Bennett nevezetű kutatóról hát nevezték el, az a Bennett monolit, és hát ez egy csoda, hogy ez itt van. Most nem tudom, itt van-e köztünk Cserháti Zoltán barátunk, ez az ő felvétele, hogy hogy készítette el, nem tudom. Ugyanis itt szigorúan tilos volt fényképezni. Ennek ellenére azt hiszem mindannyian megpróbálták, akiknél volt, és használhatatlan felvételek születtek, ez viszont kiváló. Tehát annak megfelelően, ahogyan a lehetőségek engedték, tényleg példátlanul jó. Körülbelül azért a méreteket lehet sejteni, de mindjárt jön a következő, kérném a következőt, ahol már emberalakok is láthatók, és itt körülbelül most már azért az arányokat is lehet érzékelni. Na most ennek a különböző részeiről mindegyik mintázott, tehát valamiféle mintával van hát beszórva szabályszerűen,
Vannak köztük majdnem teljesen absztrakt mintázatok itt legalul, ezek már mind figurális mintázatok, amiben, és ez is. Sőt, magának az arcnak a első része is, tehát a szembenézeti képe és az oldalnézeti képe is tele van faragvánnyal. Kérném a következőt, ezeket látni fogjuk mindjárt. Ez a hátnézet, itt is lehet látni ezeket a szinteket. Szinte el se hisszük, ez is tele van faragvánnyal, mehetünk már is tovább, itt most már lehet. És most már egy-két közelfelvétel. Hát ezek Cserháti Zoltánnak a felvételei, tényleg ritka szép. Ennyire jó felvételeket én soha nem láttam még erről. Érdekes, hogy nagyon nem is szokták ezt méltatni azon az egyen túl, hogy monumentális, hogy kiváló érzékkel faragott, és így tovább, holott már most szokjon hozzá a szemünk, ezek ugyanazok, de szó szerint ugyanazok az alakok, akik majd a napkapun meg fognak jelenni. És még majd jó néhány helyen találkozunk velük. Tehát itt szó sincs arról, amit úgy általában sugalnak a napkapuról írók, hogy ez egy egyedi dolog, tehát egy soha máshol nem, elő nem fordult, soha máshol sem előforduló dolog, dehogy is nem, nagyon is előfordul. Na itt még benn vagyunk tulajdonképpen a tiahuanacui területen, mert ez eredetileg nem itt állt, hát ezt gondolom sejtjük, hanem bent állt a Kalasasaya területén, innen bevitték La Pazba, egy darabig ott állt valamelyik téren, és csak nem olyan nagyon régen hozták ki ide ebbe a múzeumépületbe. Tehát megjárta egy kicsit ezt a környéket, de minden esetre a rajta lévő ábrák, ezek majd látni fogjuk, tényleg szó szerint egy az egyben jönnek vissza. Tehát ezek a sugárzó arcok, aztán ez a két kezét így föltartó, alul egy ilyen furcsa alakzaton álló figura, aminek ráadásul még lába sincs. Tehát ezeken mind el lehetne töprengeni, ha engednék, de hát ez nem az az eset, amikor az ember egy hosszabban tanulmányozhatja a helyszínen. És itt már kezdhetünk fölfigyelni valamire, nem véletlen, hogy nem engedik oda az embereket tanulmányozni az ilyen hát emlékekhez. Fényképet nem engednek készíteni, miért? Azért, mert biztosan tolvajok készítenék, aki következő alkalommal ellopnák. Na most szeretnék látni tolvajt, aki ezt ellopja. Megérdemelné, mert megdolgozna érte. Tehát ennek iszonyú súlya van. Mehetünk már is tovább. Most megint egy másik nézetből kérném a következőt. És akkor itt különböző nézetek, ahogy fordul át, hogyan oldják meg ezeket az átfordulásokat. És itt azért még néhány dolgot majd meg fogunk tudni figyelni, nem tudom, észreveszük-e. Tehát ugyanazok a madárszerű alakzatok, de tényleg olyan, hogy innen kiemelhetem és áttehetem a napkapuba. Talán egyetlen egy van, de ezt majd a rajzon fogom mutatni, amelyik sajátos. Mehetünk tovább. Hát itt a fejen is nem tudom mennyire látszik messziről. Nagyon érdekes a szemnek és a szem alatti résznek. Hát ez természetesen könnyező. Ez így a hivatalos magyarát, könnyezik. Miért könnyezik? Hát ezeken a magyarázatokon mondjuk én is könnyeznék, de minden esetre a nagyon érdekes, hogy a szem helyén megjelenő képjelből lefelé, hát itt most nem tudom mennyire lehet látni, madár, és van, ahol puma fej jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen erőhatás jön a szeméből is. Majd ezekre visszatérünk a továbbiakban, mehetünk tovább. És akkor ezt most már nem az ő felvételeiből szedegettük össze, hát itt nagyjából lehet látni magukat a ábrákat ilyen körrajzban. Itt ezek halfejek, tehát már kezdhetünk hozzászokni, ez a halnak a fej, ezek madárfejek. Tehát itt kétféle minőség árad a nézésből. Na most, aki hallott már olyanról, hogy szemmelverés például, tehát hogy a szemmel lehet befolyásolni, hát ideális esetben följavítani, például tud egy tanár úgy nézni egy gyerekre, hogy ez egyszer megnyílik, és olyan okos lesz, hogy saját magára se ismer rá. De lehet úgy is nézni, hogy belefullad a tudása, és egyszer nem hiszi el, hogy ő tud. És nem is tud természetesen megnyilatkozni. Tehát a szemnek hihetetlen nagy ereje van. Most ez az alatta lévő, tehát gondolom észrevesszük, hogy itt az egymás alatti rétegek vannak ide helyezve. És akkor ez az az alakzat, amelyikkel nem ugyanebben az összetételben ugyan,
de találkozni fogunk sűrűn, nem csak a napkapun, hanem majd fogok mutatni a vége felé egy nagy, aránylag nagy rokon együttest is. Na most itt folyamatosan kezdhetjük most már észrevenni, hogy nem szertelenül változatos az úgynevezett díszítményanyag. És azok a minőségek, amelyek bizonyos ilyen vonulatok végén jelennek meg, ezek vagy sugárnak értelmezett vonulatok, vagy egyszerűen kiindulnak valamilyen absztrakt formációból, és azoknak a végén fejek jelennek meg. De nem szertelenül változatos fejek. Tulajdonképpen összesen négyféle fej jelenik meg. Ebből három állatfej, a negyedik az nem szokott általában ilyen folyamat végén megjelenni, de például már a fej tetején meg szokott jelenni, sőt szárny végeken is meg szokott jelenni. Hát ezeket majd részletesen a kapun fogjuk értelmezni. Egyelőre csak figyeljünk föl, ebből egyik az egy ragadozó madárnak a feje. A másik az egy halnak a feje, de egy az egyben ugyanúgy megfogalmazva. Tehát nem úgy, hogy most egy kis pontyot látunk, most egy kis, nem tudom, keszeget látunk, vagy most szembenézetből, most oda nézed, mindig pontosan ugyanaz a rajzolata. A harmadik pedig a puma, amelyet szintén említettem már. A negyedik az egyelőre maradjon zárójelbe, azt majd mutatom inkább előbb, és csak aztán beszélünk róla. Mehetünk már is tovább. Most oldalnézetből, és akkor most már amit nem kell, nem kommentálok, amit kézben tartanak, miután erről vagy nem tudnak, vagy nem akarnak nyilatkozni, akik írnak ezekről. Egyébként elég sokan írtak ám ezekről. Tehát én hoztam egy kis ilyen félkönyvtárnyi könyvanyagot, majd lehet, hogy egyiket másikat fölmutatom, lehet, hogy föl is olvasok belőlük, de nem a cikizés véget, csak hogy érzékeljük, hogy körülbelül hogy ítéli meg ma a tudomány ezeket. Hát ez például ilyen fejedelmi pálcának vagy botnak ítéli meg. Hogy ennek a felső és alsó végén miért kell állatfej, erre nincs. Hát általában, ha fejedelmi vagy mondjuk sámán botot tartok kezembe, általában csak fölül van fej. Hát ilyet találtak nálunk is, tehát lehet tudni, hogy hogy néznek ki. De ilyen, hogy fölül is, alul is ugyanannak a feje van, ez elég nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt nem a földre fogja leszúrni és ugye tovább menni vele, mert megsértődik ez az állatka itten, amelyik rajta van. Itt például egy hal van. De egy biztos, hogy más a jelentése akkor, ha két hal van a két végén, meg mikor két madár. És nem azért, hogy változatosabb legyen, azért farag ide madarat, ide meg halat. De elég nyilvánvaló, hogy ezeknek jelentésük van. Most nem is részletezem tovább. Ez az a figura, amelyiknek viszont nem fogjuk megtalálni a párját. Nem csak a tiafonaki napkapun, hanem tulajdonképpen sehol sem. Tehát amennyire most elég gazdag anyagot fog bemutatni, végig fogjuk látni, mindegyiknek van egészen egyértelmű párja, ennek nincs. Ez tényleg bestia, tehát ettől egy kicsit még én is félek, meg kell mondjam. Tehát itt valaminek, minthogyha egy elfajulásával találkoznánk, és ez az a szint, ahol viszont a konkrét jelentés mintha feloldódna, van, ahol egyáltalán nincs változatosság köztük, van, ahol egy egészen pici van, de ott is az egyöntetűség a lényeges. Ezt szokták szoknyának nevezni egyébként. Na most ez a másik nézet, ebből a magasabbat nem adták, vagy nem sikerült, úgyhogy lehetett volna használni. Tehát a legváratlanabb pillanatokban megjelennek figurák, füle mögött. Van valami a füle mögött, nem tudom, hogy ismerős ez a kifejezés. Egyébként ott a helyszínen, hol magunk között, mert itt egy olyan kis hattagú társaság volt abban a nagy, ilyen 20 körül volt azt hiszem a teljes nagy utazó közönség. És nagyon jó ötletek hangzottak el. Tehát néha az ember ránézett egy ilyen képjel együttesre, és egyszerűen beugrott egy magyar mondás, vagy közmondás, tehát vagy szólásmondás, vagy közmondás, és az ember látta, hogy hát ennek a legpontosabb megfelelője képjelekből. Tehát képjelekkel nem is lehet pontosabban leolvasni, viszont én ezt hiába fordítanám le németre, vagy franciára, vagy angolra, tehát egyszerűen ezt megérti az ember, hogy ezt nem tudják leolvasni. Na, menjünk akkor tovább. És hát itt ugyanennek most már egy másik. Látjuk, hogy a figuránk azért túlélte az elemzést, tehát jön tovább a másik oldalon is. Mehetünk már is tovább.
Most ez meg ott állt közvetlenül a múzeum épület bejárata előtt, semmi nem volt kiírva róla. Tehát az égvilágon semmiféle tájékozódás nem volt, tehát nem híres mondjuk ez az intézmény arról, hogy pontos információkat ad, esetleg több nyelven a művekről, de egyet rögtön lehet látni, ez tényleg ugyanaz a társaság, mint amelyik majd a napkapun elénk jön, mehetünk már is tovább, és hát részletekben is jól lehet látni ezeket. Na most itt ezeknél tehát nem a napkapun, hanem csak analógiaként látható műveken már elkezdhet valami fogalmazódni bennünk, hogy faragni ezt nagyon nehéz lehetett. Itt még elképzelhető, tehát itt el tudok képzelni egy olyan faragó mestert, hiszen ismerünk ilyenfajta lapos domborműveket máshol is a világban. Tehát ez az egyik fajtája a domborműnek. Nem túlságosan könnyű ezt így most megfaragni, de elképzelhető. Majd erre a mondatra emlékezzünk, amikor később majd másfajta megmunkálású ábrákat látunk. Mehetünk tovább, és hát ez a középső alak. Na most ez már annyira közel van a napkapu ábrájához, hogy már az emberbe fölmerül az a gyanú is, hogy nem utána faragtatták-e. Mert még ez is elképzelhető. Tehát ez még lehet... Nem nagy a valószínűsége, de még lehet jóval később is. Ezt már egész más módszerekkel kéne vizsgálni. Mindenesetre itt nagyon szépen lehet látni, ennek egy ujja, két ujja, három ujja és négy ujja. Aztán megint egy ujja, két ujja, három ujja és negyedik ujja. Tehát nem az a fajta lény, amelyikkel mi ma ugye túlnépesítve látjuk a világot, tehát amelyiknek a kezén négy ilyen új van, meg egy ötödik, amit hüvelyknek nevezünk. Tehát itt ennyit nem lehet elfaragni, tehát ezt rögtön vegyük észre. Majd látni fogjuk, lehet, hogy el fogom felejteni külön magyarázni, de nyilván észre fogják venni, hogy tudni lesz olyan, ahol az egyik kézen négy új lesz, a másik kézen meg öt új lesz. Ezzel a figurával majd találkozni fogunk a Nazca fennsíkon, ott két változatban is. Tehát ez nem elfaragás, elszámolás, hanem ez egy kétféle irányultság képviselete, mégpedig az alkotás terén, tehát nem a koncipiálás terén, mert az a fejben jelentkezne. Jelentkezni tudna, tehát semmi akadálya nem lenne, mert egyszerűen egy fejdíszre föltesz az egyik oldalon öt, a másik oldalon meg négy elemet. Tehát ez nem megoldhatatlan, de... Itt tipikusan a tettek terén megnyilatkozó kettősség. Most egyelőre zárójelben és kérdőjellel tegyük hozzá, hogy ez a négy avagy öt, ez általában a négy elemrendszer, illetve az öt elemrendszer jelenlétére mutat az alkotás terén. Tehát amikor már a teremtés első mozzanatán túl vagyunk, és amikor már az alkotás, tehát ezen alakítok. A teljességből különítem el a dolgokat, és adok nekik sajátos arculatot. Na most ott nem mindegy, hogy én ezt négy elemnek a keretében teszem, vagy öt elem keretében teszem. Miért nem mindegy? Hát a négy elemből csak héjat lehet kialakítani. Ha nincs az ötödik elem, ez az élőfának az eleme, vagy a középnek az eleme, vagy az éternek az eleme, nem lesz élőlény. Nagyon jó héj szerkezet lesz belőle, tehát óvóvédő szerepre kiválóan alkalmas, de nem tud teremteni, nem tudja továbbvinni a teremtés művét. Megőrizni tudja, továbbvinni nem tudja. Na ez a döntő különbség. És ami jó megóvó szerepre, az biztos, hogy nem lesz jó mag szerepre, tehát az életet továbbvívő szerepre. Fordítva sajnos igaz. Tehát azt jelenti, hogy le lehet épülni. Ezt úgy is lehet mondani, föl lehet zárkózni egy hely szerkezethez. És abban a pillanatban a leépülés olyan fok, hogy onnan viszont már nem lehet visszajönni. Tehát tessék elnémetesedni, elrománosodni, eltótosodni, elszerbesedni, lehet szabad. Csak egyet kell tudni, onnan már nem lehet visszajönni. Tehát azt jelenti, hogy nagyon jó helyszerkezet lesz belőle, óvni, védni nagyszerűen fog tudni, támadni még nagyszerűbben fog tudni, de teremteni nem fog tudni. Arról el kell feledkezni. No, már is mehetünk, illetve azt kell még észrevennünk, hogy a lábak vagy teljesen elcsökevényesednek az esetek, jó részében, nem mindegyiknél, de ahol megvannak, ott is feltűnően csökevényesek. Na most ezt egyetlen módon tudjuk magyarázni,
hogy nincs rá szüksége. Ez mit jelent? Nem a Földön jár. Tehát teljesen egyértelmű. Ezt csak azért mondom rögtön itt el, hogy ne kelljen mindent majd a napkapun magyarázni. És ezek azonnal olvasható képjelek. De azt mondja, elfogyott a felülete. Nem jól osztotta be, mert mindig ő a hibás, aki farag. Nem én, aki bamba vagyok, és nem vagyok hajlandó gondolkozni. Nem, ő a hibás. Ő elrontotta. Nehézkező mester. Ahogy a magyar népművészetben is. Ilyen nehézkező a mester. Mehetünk tovább. Úgy van. Na most itt vannak azok, ezt tessék bemagolni, hogyha akadémikusok akarunk lenni. Tehát ez egyszerűen kétségbejtően ostoba dolgok. Tehát olyan, most már mindjárt látjuk a helyszínt, és azt mondom, hogy mikor készült? Mikor? Hát hol tudtak abban az időben a világ bármelyik táján ekkora tömegeket megmozgatni? Mert azóta folyamatos, és jól ellenőrzött az emberiség működése. Tehát ha ma nem tudunk egy ekkora kődarabot megmozgatni, 100%-ig biztosak lehetünk, hogy ezekben az időegységekben szintén nem tudtak, sőt, még kevésbé tudtak. Tehát ahhoz nagyon-nagyon sokkal kell visszamennünk, és ott közben kellett légyen egy olyan katasztrófa, ami egyszerűen leépítette az addigi tudást. Másképp ez teljesen magyarázhatatlan. És ezt nem mi találjuk ki ma, hanem ennek van egy hagyománya a tudománytörténetben, amit egyszerűen szőnyeg alá söpörnek. Végig is megmutatom, mert kötelességem megmutatni, de ezzel elmondtam a véleményemet is róla. Most ott egy elég érdekes ilyen panorámaképpen lehetett látni az egyes helyszíneket, ahogyan elképzelik ma, ez általában a régészeknek az elképzelése nyomán készül, ami olyan, hogy azért van alapja, tehát még mindig a régészet a legobjektívabb ebben az egész tudomány együttesben, tehát végül is arra épül, amit már kiásott a föld alól. És majd látni fogjuk, van hitele. Tehát ez most az a kapána, tehát az a amit nappiramisnak neveztünk, fogjuk látni, hogy ebből talán egy ekkora kicsi rész lesz az, amit már kibontottak. Itt van mellette a Kalasasaya, most körülbelül így látunk rá, tehát itt van benne a napkapu. És ez az a föld alatti, tehát lesüllyesztett templomocska, ezt a hármat részletesen megnézzük, mehetünk már is tovább. Hát itt van a közelképe. Itt belül ma már egyáltalán nincs semmi, tehát ott már csak egy ilyen horpadás mutatja, hogy valamilyen mélyedés volt, tehát ezt már ne is keressük rajta. Itt lehet látni, de nem ezt, ami most van bent. Ez az a föld alatti templom, és itt kezdődik a Kalasasaya. Mehetünk tovább. Majd annak, tehát a Kalasasayának ez a túloldal, amit mondtam, hogy nem fogunk részt tenni. Talán egyik képben benne lesz, de nem fogjuk. Itt beszélnek gazdasági épületekről is, tehát ennek sokkal kevésbé fontos a szerepe ebben az egész együttesben. És ez pedig a Pumapunku. Tehát ez van távolabb tőle. És most mi ide fogunk elmenni. Na, akkor induljunk neki. Már is mehetünk tovább. Ez kicsit ez ilyen filmszerű. Na most ezen sajnos végig kell száguldanunk. Ugyanis ennél lényegesen többet itt nem lehet látni. Tehát amit én most elmondok róla, az nem a helyszínen szerzett benyomások alapján, hanem hát az olvasmány élmények alapján történik. Ennek az egész komplexumnak, amit hát itt rekonstruált formában láttunk az imént, hát ennek nagyon kis része van. Még azt sem mondhatom, hogy szakszerűen föltárva. Tehát igyekeznek, tehát nehogy már úgy vegyük, hogy mi most itt leszóljuk európai fölénnyel. Nem arról van szó, hát ez La Pazhoz tartozik, nincs is innen messze La Paz, főváros, de hát ez egy szegény ország. Ráadásul most a délvidékét le akarták szakítani. Gondolom tudjuk, hogy ez a magát magyarnak hazudó, de tulajdonképpen cseh és egy másik, most nem jut eszembe, talán eszkimó családból származó fiatalember. Hát ez egy nemzetközi mafiának volt a tagja, hát gondolom tudjuk. Egyszerűen le akarták szakítani Bolívia déli részét. Miért? Mert kinézték maguknak ezt a részt. Hát olyan valakik, akik tudják, hogy ott van a nyersanyagok nagy része, annak valami egészen kiváló az éghajlata, megmaradásra kiválóan alkalmas még egy globális katasztrófa idején is, és egyszerűen, mint ahogy annak idején Katangát ugye megpróbálták leszakítani Kongóról. És hát ez nem jött be. És hát bizony kedvesünket, hát nem éppen puszilgatták, és hát ennek a nyomait úgy mutogatták, mint a barbarizmus csúcsát. Hát mi tudjuk nagyon jól, hogy itt a
kedves szomszédaink, hát egyfolytában puszilgatva szokták kiszedni a kívánt információkat azokból, akiket elfognak, és akiket teljesen nyilvánvaló államellenes cselekedeten kaptak rajta. Na ennyit akkor erről. Ezt csak azért mondom, mert Bolíviában az ember időnként nagyon itthon érezte magát. És azt is kell tudni, hogy talán az egyetlen olyan ország, most jelenleg már Venezuelával össze lehet vetni, ahol bizony az indiánoknak elkezd szava lenni. Igen, bármilyen furcsa hangzik, tehát az indiánoknak egészen más a helyzetük Dél-Amerikában, mint Észak-Amerikában. Észak-Amerikában gyakorlatilag leradírozták őket a térképről, és míg a négerektől most már szinte naponta bocsánatokat kérnek, az indiánoktól soha egy fél szóval bocsánatot nem kértek, pedig az igazi aljasságokat az indiánok ellen követték el. Na most Dél-Amerikában más a helyzet az indiánoknak. Tehát ott nem rezervátumokban élnek, és bizony benne vannak a politikában, és van képviseletük, és újabban egyre határozottabban hallatják a hangjukat. És hát ettől egy kicsit, hát hogy mondjam, szóval megijedtek. Azok, akik hát nem éppen indiánok, vagy egy kicsit hát más vidékről való indiánok. De lényeg az, hogy ezt azért jó tudnunk, mert a világ azért tele van reménykedéssel, ezt meg érzékelni kell. És itt nem arról van szó, hogy megvan rá az eszközük is, de azért ne felejtsük el, még mindig mi vagyunk többen. És nem mi félünk. Tehát ez egy nagyon nagy előnyt jelent egy adott hát, helyzetben, és hát azért kell tudni, hogy a világ nem afelé tart, ami felé ezek a testületek, a corporationek vezérlik. Nem afelé tart, jól lehet érzékelni. Na, minden esetre ez a Puma Punkónak ez az állapota, ameddig vissza tudjuk követni, és amíg hiteles adataink vannak rá, 1500-as években leírja egy térítő szerzetes, aki, hát ez a már konkvisztának egy előre haladott, tehát a Dél-Amerikát meghódító inváziónak egy elég előre haladott időszaka, és akkor kifejezetten a pogány bálványok lerombolásának ürügyével érkeznek ide. Tehát ő is ilyen módon, ez egy Arriga nevezetű József. A keresztneve persze ez német forrásban maradt fönt, tehát ő valószínűleg nem Józsefnek nevezte saját magát, mert az Arriga viszont kifejezetten nem német név, de mindesetre így maradt ránk. És ez a úr leírja, hogy több mint 5000 pogánynak nevezhető hát, valamilyen emléket nem részletezi, van, ami írja, hogy van köztük olyan, ami fémből volt, van, ami kőből volt, ezeket lerombolták, összetörték, beolvasztották, elégették. Tehát büszkén jelentő több mint 5000-et. Na most, amit egyáltalán le lehetett rombolni, az itt le van rombolva. Ennek egy része valószínűleg már korábban romokban volt, ezt onnan sejthetjük, mert ekkorát azért mondjuk 10 árriga sem tud a legjobb szándékkal sem lerombolni, de földrengés viszont igen. Most azt tudjuk ugye, hogy ez a vidék, ez erősen földrengéses vidék. Hát időnként úgy halljuk is. Nekünk óriási szerencsénk volt, mert amíg itt jártunk, éppen nem volt földrengés, de előtte is volt, meg utána is volt. Hát látszik itt végig ezek az ásatásnak a szelvényei. Aztán hát ha van pénz, akkor ásatunk, talán nincs pénz, nincs. Hát itt óriási a terület. Tehát itt azért ez a mai pénzügyi viszonyok között hát akár egy évszázadig eltarthat. És akkor vannak ilyenek, na most ezt csak úgy tudja mondani az ember, hogy azért nem nálunk a legrosszabb a helyzet. Tehát azért gondoljunk el egy ilyet, két ilyen fagerendával kitámasztanak. Most ez egy régészeti feltárási terület, de turistáknak is megnyitott terület. Na most valamelyik így fényképezve menjen neki háttal ennek, ugye ismerve körülbelül a 120 kiló körüli átlag turista. Hát mondjuk inkább csak a hölgyek esetében, de ez azt jelenti, hogy hát egyszerűen neki megy, az egyből már rá is esik. Hát kicsit laposabb lesz utána mondjuk, de na, tehát így néz ki. Most ezek viszont hatalmas kövek. Tehát itt azért lehet látni, hogy ezt legfeljebb hajódarúval lehetne megemelni, vagy megmozdítani. Mehetünk tovább. És akkor további részletek, és ilyen részletek. Tehát ezek formák voltak. Ezek valamihez tartozó formák, tehát jól lehet látni. Mehetünk már is tovább.
Ezek bizony, ha összeállították őket, ezek kiadtak bizonyos mintázatot, de egyenként is hatalmasak. Most akkor kiknek épültek? Mehetünk tovább, és itt lehet látni, hogy összeállítva őket. Most itt általában föl szoktak úgy sikoltani örömbe, hogy ja, a kereszt ott van. Persze, a kereszt mindenütt ott van. Hát nincs az a kultúra, amiben ne jelenne meg a kereszt. Hát attól még nem kell olyan rettenetesen nagyon örülni, lehet egyébként, tehát nem tilos, de minden kultúra ismerte a kereszt jelét, és méghozzá fontosnak is tartotta. Most itt lehet látni, hogy körülbelül milyen méretű és milyen folyamatosságúak voltak ezek a jelek. Tehát futottak tovább, ami azt jelenti, hogy itt egy meglehetősen tágas együttesnek volt ez kapuépítménye. Mehetünk már is tovább. És akkor még egyet lehet látni. Ezt gondolom azonnal észrevették, hogy általában az ilyen együtteseknél mindig lehet látni feszegetések nyomát. Tehát ez azt jelenti, hogy ezekben teljesen biztosak lehetünk benne, hogy volt valami. És az a valami valószínűleg sokkal könnyebben elmozdítható volt, hát nyilvánvalóan kisebb is volt, mint maga a kő, és valószínűleg értékesebb is volt. Már legalábbis azoknak a szemében, akik feszegették. Tehát szinte mindegyik, erre majd figyeljünk föl, mert ahol nem mondom, ott is ott lesz. Még egyet meg lehet itt figyelni, majd a következőknél is. Minden egyes vonal, hogy mondjam, körvonalakról beszélek most, tehát ezeknek a mintáknak a körvonalairól, mindegyik éles sarkú. Tehát azt jelenti, hogy olyan a találkozások hát menete, ahol mindig valamilyen derékszög vagy hegyesszög alakul ki. Na most az ilyet nagyon kellemetlen faragni. Viszont, ha valaki már dolgozott homokban, ne értsenek félre, tehát a parton, ugye, ahol jön a víz, homokot áthitatja, és akkor van egy ilyen kis pléből készült minta, és akkor belenyomja az ember homokba. Most ennek egyetlen feltétele van, azon túl, hogy legyen egy ilyen bádok formánk, az, hogy eléggé elasztikus legyen, tehát puha legyen. Na most olyan a szuggesziója ennek az egész kő együttesnek, amivel itt találkozni fogunk most már sorozatban, mert négy egymást követő alkalommal, hogy egyszerűen elkerülhetetlen az a feltételezés, hogy ezeket nem faragták, hanem ezeket öntötték, tehát mintába öntötték. Nagyon sok esetben, hát a következő alkalommal fogjuk látni Machu Picchu-t, sőt, azt hiszem Ollantaytambo-t is, sőt, még egyet fogunk látni majd, Sacsayhuamán-t, ami viszont Cusco fölött van. Hát ott vannak olyan kődarabok, ahol már tényleg viccet csináltunk belőle, amikor magyarázta idegen vezető, hogy hát ezt hogy emelték föl ide. És közben nincs egyetlen olyan szoros se, amin befért volna. Hát persze, hát nyilván helikopterrel emelték be, hát ez csak természetes, tehát minek ezen vitatkozni. Hát megmutatják a kőbányát, hogy honnan jön. Érthető? Csak egyet nem, hogy hol hozták be. És hát egyáltalán olyan okfejtések voltak, hát emlékszem, ott már szabályosan körbe röhögtük, már elnézést a kifejezésért. Szóval mondja a szerencsét, ez körülbelül úgy, mint ahogy most itt a korona körül mondja a szövegét, hát én nem tudom, hogy van-e még ember, aki azt komolyan veszi, vagy már finomodott-e a szövege, nem hiszem egyébként. De mert most már ő ugye a külföldön történt kiképzés nyomait mutatja. Viselkedésében, ruházatában is itt tovább. Nem valószínű, hogy abban a bizonyos közel-keleti országban, ahol ezeket kiképezik, hát ott a Szent Korona valódi történetét is ugye megtanítanák neki. Alig ha, bár már ott tartanák. Na, tehát mehetünk tovább. És akkor ezeken látja az ember, ez valaha belül volt valami. Most képzeljük el magunkat, ahol nagyon egyszerű szerszámokkal ez maximum obszidián lehet. Tehát nem lehet más, de egyébként teljesen fölösleges is lenne, hogy más legyen. Hát azért gondoljuk el, itt a maximálisan elérhető fejlettségi fok, amit megengednek késői korban, az is a bronz. Tessék egy ilyen a tömörségű anyagot bronzzal kalapálni. Ilyen szép, de úgy, hogy az tényleg egy ilyen abszolút precíz derékszög mintázatot adjon. Jó, hát meg lehet kísérelni, én senkitől nem fogom elvenni, és tessék ezt is így szépen, nem tudom, látható-e. Mehetünk tovább, az ilyeneket szedtük mi egy óriási anyagból. Na most
Persze, ezt bele lehet faragni, tehát nem arról van szó, hogy nem lehet megcsinálni, de meglehetősen ordít. Hát persze, hogy ez egy kapocs volt, tehát egy csap. De hát tökéletesen látni, ez egy bemélyített valami. Na most az, hogy az anyagot lehet puha formában, tehát ezt a fajta anyagot, valamilyen értelemben öntötkőnek lehet tekinteni, ezt valami egészen elképesztő allergiával fogadják, és most ne is találgassanak, nem a régészek. Nem. Nem is a történészek, hanem az építészek. Építészek. És rögtön van érv, mert érv az mindig van, sőt előkészített, már látom, innen szedik ki. Tehát előre írt, ez pedig micsoda, más a kristály szerkezete. De még soha egyetlen egyet se vizsgált meg, csak közli, hogy más a kristály szerkezete. Honnan tudod? Más a kristály szerkezete. De honnan tudod? Ennyi a válasz. Tehát mintha nem is tudna róla, hogy de hiszen legutóbbi időkig létezett. Szobrokat csináltak öntötkőből. Hát itt Magyarországon, Budapesten vannak ilyenek. Hát számon tartjuk őket. Hát az öntötkő az egy műfaj. És ennek kiváló képviselő is voltak. Én nem tudom, hogy a Pilisben mikor jártak utoljára. Ott a Hódvilág Ároknak volt egy régi kiváló kutatója. A két világháború között még megérte a nagy dúlást is. És a utána halt meg csak teljesen. Hát háttérbe szorítva, hogy Sashegyi Sándornak hívták, hát valószínűleg ismerik a nevét. Na most ő saját recept alapján csinált olyan öntött köveket, én a receptet is láttam, csak utána ezt kivitte a lánya valahova, Kanadába vagy Amerikába. Tehát lényeg az, hogy a recept alapján legkülönbözőbb kőfajtákat, amik ott előfordulnak, csodálatosan meg tudta csinálni. Tehát szabály szerint otthon elkészítette őket. De minden, azt a konglomerátum szerűt is, amelyikkel tele van ugye a Pilis. Tehát magyarul itt nincs ilyen, hogy ezt nem lehet meg. Miért ne lehetne megcsinálni? Na most vannak olyan leírások, hát ezekből vannak jó fordításaink, szintén körünkben lévő kedves barátunk fordította, ugye Kardos Géza, hogy tudnélik egy Robert Charroux nevezetű francia ír, akit rendkívül romantikusnak, délibábosnak, mindennek írnak, egy kicsit az is. Azért azt tegyük hozzá, majd az ő neve elő fog fordulni a fekete kövek esetében, mert azzal is foglalkozott. Tehát ő állítja, hogy van egy olyan szer, és ezt hiteles személytől tudja, és hogy ki is próbálták ezt Franciaországban, amelyikkel igenis a követ meg lehet puhítani. Megvan a receptje is, tehát meg lehet tudni, hogy hogyan. Tehát ez azt jelenti, hogy kell, még hogyha maga a kő az természetes lenne is, akkor is lehet olyan állapotba hozni, hogy nem kell faragni, hanem lenyomatot lehet benne készíteni, tetszőleges formán. És akkor egy sokkal puhább anyagból meg lehet csinálni azt a nyomó formát, amelyet utána belenyomnak. Mehetünk már is tovább. Úgy van, és akkor hát ezekre tessék figyelni. Most veszem ugye a kis obszidián késemet, kicsit kalapálgatom, kicsit faraggatok, és akkor kijön úgy, hogy itt bemegyek, gyönyörűen szépen csiszolt ez, ugye? És utána itt kijövök derékszögben rá. Na most hogy oldom meg? Tehát egy öntött könnél nem vicc, hát eleve beleteszem ezt, amit utána kiveszek, vagy kiégetek belőle. Tehát ez azért döbbenetes, mert egész egyszerűen a gondolkodás mint olyan van kikapcsolva, tia van akkor, és még sajnos sok más helyszín értékelésében. A gondolkodás mint olyan, amit egy óvodás korú gyerek is megengedne magának. Mehetünk tovább. Hát ezt csak egy-két példa esetében mondom. Hát ez is nagyobb résznek volt, jól láthatóan, tehát egy nagyobb egységnek volt része, és szépen verték szét őket. Nagyon szépen lehet látni. Mehetünk tovább. Egyébként nem szép. Na most itt lehet látni megint, tehát ebben valami bizony volt. És ilyen formát nem faragunk, ezt felejtsük el. Ezt tényleg felejtsük el. Itt is valami benne volt, nyilván itt kezdte el a kivésését. Ilyen, hogy mondjam, sérülések maguktól nem alakulnak ki. Hogy jött egy nagy vihar, ledöntötte, és akkor ezek a részek itt elpusztak. Ez már nem. Ez már nem. Ott már, hogy szűnt a vihar.
Tehát ez érthető, elvtársak, nem? Na, mehetünk akkor tovább. Úgy van. Jó, hát ezek tényleg csak olyan formák, amik mutatják, hogy hát megdolgoztak itt ezek a faragók. Ez a értékelés, amit most kicsit gunyorosan mondok, ez azért hát legalább egy évszázadra visszamegy már. És hát nagyon érdekes, hogy semmilyen hatását nem lehet érzékelni. Tehát most egy nevet mondok csak, jó, mert azt úgyis fogom emlegetni tovább, egy Arthur Poznanski nevét. Hát majd látjuk, kulcs szerepe van a napkapu ábráinak a fejtésénél, de ezeket is értelmezte. Tehát ezek jelentés hordozó mozgalmak, tehát ez a lépcső motivum. Sőt, ő ezt tartotta az egyik legfontosabb jelnek Tiahuanaco esetében. Mehetünk tovább. Hát az egyik legnehezebben kifaragható motivum, ha faragásra gyöntök. És bizony itt is megjelentek ezek a frízek. Itt már nehéz volt fényképezni, mert éppen elkezdett esni az eső, de, és az egy kicsit elszínezi már, ezek már esőcseppnyomok, de minden esetre jól lehet látni. Ugyanezt fogjuk látni a napkapun. Valamivel nagyobb, de csak éppen egy kicsit nagyobb méretben, és ennek megfelelően egy kicsit hát, tagoltabb megfogalmazásban. Tehát ez az úgynevezett meander minta, amelyikben itt ugye alul, ott pedig föl, tehát fölfelé nézve, itt lefelé nézve jelennek meg ezek. Nevezzük egymás közt úgy, hogy naparcok. Egyébként így szokták őket amúgy is nevezni. Néhány ilyen kiragadott példa. Ezt több fotós barátunknak a fotóanyagából vettem ki, tehát itt most nem fogom tudni mindegyiknél megmondani, pedig megérdemelnék. És ez bizony elég egészen finom faragás. Tehát lehet látni egy hasonló kapuépítmény, itt is volt Pumapunkun, legalább egy, mint amilyen a napkapu a Kalasszaszájában. Mehetünk tovább. És erre is azért tessék csak egy kicsit fölfigyelni. Tehát ha én ezt lerajzolnám, hát akkor az edzettebb része a társaságnak már esne ki a padjába. Ez a mérlegnek a jele. Ez teljesen egyértelmű a mérlegnek a jele. Na most azt tudjuk, hogy ez most itt a Tiahuanaco esetében az egyenlítő jövezetben járunk. Tehát ezt soha ne felejtsük el, és ráadásul a déli féltekén. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én itt azt mondom, hogy mérleg, akkor két eset van. Vagy szeptember 23-ához kapcsolom, és akkor az ott a tavaszi napi egyenlőségi pont. Vagy pedig azt mondom, hogy a mérleg mindenütt mérleg, és mindenütt az őszihez tartozik. Akkor meg ez a mi számításunk szerint március 21-ét jelenti. Majd látni fogjuk, hogy ennek már lesz súlya ennek a kérdésnek, mondjuk a napkapu esetében. Mehetünk már is tovább, de rendkívül fontosnak tartják, hogy itt egy mérlegi jel fölött jelenik meg. Tehát azt jelenti, hogy itt valamit bemértek. Ez nem kétséges. Azért, hogy a szemünk szokjon ehhez a formációhoz hozzá, ezeknek a végén ilyen meander végződéseknek, ilyen belső végződések, szintén különböző állatfejek vannak, mehetünk tovább. És hát itt pedig az a rekonstrukció, amit ma el tudnak fogadni, általában kikötőt tételeznek itt föl. Ezen nincs külön föltüntetve, hogy most ezt tekintik-e a mólónak. Hát a társaságunk egyes tagjai nagyon berzenkedtek a feltételezés ellen, ezért ma még külön utána olvastam. Az eddigi leírásokban mindegyikben szerepel a kikötő. Mindegyikben, nem tehetek róla. Tehát én nekem ahhoz elég szaktudásom nincsen, hogy én most megállapítsam egy romról, különösen ha olyan állapotban van, ahogy most láttuk, hogy az most valóban kikötő volt-e, vagy nem. Tehát leírják azok a kutatók, akik az 1920-as években folytattak itt nagyon alapos vizsgálódásokat, hogy tudnélik, megvan a víznek a nyomvonala is. Tehát pontosan tudjuk, hogy milyen le is mérték, hogy milyen magasságú volt akkor a víz. És tulajdonképpen szívem szerint felolvasnám szó szerint, mert nekem nehezen lesz elhihető, de rövidség kedvéért hadd mondjam el. Itt van egyébként a rá vonatkozó irodalom. Csak megmutatom a könyvet. Tehát ez nagyon sokan, nagyon sokat fizetnének, ezt nem biztatásként mondom, de ez az a példány a Várkonyi Nándor Szíriát oszlopainak, ami az eredeti. Tehát ez még a 30-as évekből való. Na most ez bizony nagyon sok minden tartalmaz, amit később ő nem egészen jó szántából, de megtagadott.
Tehát a jóval később, azt hiszem a 70-es években, 80-as években, vagy 70-es években jelent meg újra, rettentő nagy viharok előzték meg. Tehát én a szerkesztőjét ismertem ennek a új kiadványnak, és hát majdnem, hogy mondatokon kellett parázsvitákat folytatni, akkora volt az ellenkezés is, meg hát egyáltalán mi az, ami még elfogadható, mi az, ami nem. Most ami végképp nem volt elfogadható, nem is került be a könyvbe, az az úgynevezett Hans Hörbiger féle világjég elmélet, ez a Weltheisenlehre. Tehát ez a 30-as éveknek volt egy már akkorra kidolgozott elmélete, és ennek egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, bűne volt ennek az elméletnek, és hát Hans Hörbigernek micsoda? Az, hogy Hitler nagyon kedvelte. Ő egyébként nem német volt, ő osztrák volt, de hát Hitler se német volt, hanem osztrák volt. Tehát tulajdonképpen nagyon is egymásra találtak. Most ezt részletesen nem fogom ismertetni, ha valaki ennek a következményeit mondjuk Tiwanakuval kapcsolatban el akarja olvasni, elég sokat idéz belőle, és mondjuk a lényegesebb részeket egy álnéven író, tulajdonképpen egy magyarországi szerzőről van szó, őt úgy hívja, tehát ezon a néven ír, hogy Jilaster Dalet, hát remélem, hogy így kell kiejteni, és több könyve is jelent meg, ez az Elveszett világok címen jelent meg az Édesvíz kiadónál. Na most ebben ő Tiwanakuval is foglalkozik, nem azt mondom, hogy a legmagasabb igényekkel, de egy nagyon olvasmányos, jó összefoglalást ad, aránylag röviden. És ebben idézi a megfelelő részeket Várkonyi Nándortól. Na most a lényeg ennek az, ha olvasmányosan akarjuk és részletesen, akkor ezt egy regényben tudjuk. Hát egy regény olvasása során tudjuk megismerni ezt az egész Tiahónak a kérdést. Hát azt hiszem a regényt sokan ismerik, az Özönvíz a címe, és kiírta Kodolányi János. Tehát Kodolányi Jánosnak Özönvíz volt a címe. Ez egy folytatás, egy regény sorozatnak tulajdonképpen az egyik darabja, és a Gilgames mondát kapcsolja össze ezzel a bizonyos hát világjég elmélettel, nem is magával világjég elmélettel, hanem az abból fakadó következtetéssel, ami úgy szól, hogy volt egy holdja már a mai előtt is a Földnek. És ennek a holdnak az utolsó időszakában volt egy olyan közeli keringése a Földhöz, amikor megemelte a tengerek szintjét az egyenlítő körüli övezetben, és akkor ők szabályosan kiszámították. Hát gondoljuk el, mennyit kellett számítani, ezt tényleg csak németek tudják megcsinálni, nem volt számítógép akkor még. Hogy itt például hány nap volt egy évben, hány nap volt egy hónapban, hány nap, egyetlen egy hét, mint fogalom létezette. Tehát ezek mind számosságokat adtak, amik ráadásul változtak is. Tehát ahogy került egyre közelebb a Földhöz, ez a Kenoholdnak nevezték, tehát ahogy ez került, tehát természetesen fölgyorsultak folyamatok. És volt egy időszak, amikor ez mint egy egyensúlyba került a Földdel, és akkor a tengereknek itt a egyenlítői övezetben bizony olyan magas volt a szintje, hogy a Titikaka-tó tulajdonképp máig egy tengernek a maradványa. Na most ezt a sótartalmából következtetik. Hangsúlyozom, hogy ennek így már nem vagyok szakembere, tehát csak azt tudom mondani, amit a leírások közvetítenek. Ugyanis Shaw nem csak abból adódhat, hogy tenger volt és annak a maradványa. Másképp is adódhat. Külön kérdés, hogy ez most melyik kategóriába tartozik. Na most eddig általam olvasott szakirodalom egyöntetűen elfogadta, hogy ez tengervíz maradvány. Hogy aztán ezt mivel igazolta, mivel nem, általában nem szokták igazolni, csak mint tényt közlik. Na ennyit akkor erről, és ez azt jelenti, hogy van ennek egy magyarázata, ugyanis ha ma odáig fölhoznánk a Titikaka-tó szintjét, ahol mutatja a víz szint, mert ugye ezt mindig lehet látni, hogyha ez valaha tartósan ott volt a víz szintje, akkor az azonnal lefolyna erről a fennsíkról. És megint jó mélyen alatta van a tenger szintje. Tehát azt jelenti, hogy ma nem maradna fönn. Ehhez egy olyan tömegvonzásnak kellett működnie tartósan, amelyik azt ott megtartotta.
És ez az, amit rekonstruálni próbáltak. Ez tulajdonképpen nem közvetlenül tartozik a világjég elmélethez, de miután annak az alapján számolták ki ezeket a számosságokat, és majd mindjárt látni fogjuk, lehet, hogy még máma, hogy mert hát ezek így egymásra épülő információk, tehát nem lehet előrehozni olyat, aminek hátul van a helye. Tehát majd látni fogjuk, ezek rendkívül precíz számítások, tehát megejtően precíz számítások, és tulajdonképpen az ember majdnem, hogy sajnálja, hogy hát jelenleg egy másfajta elképzelésünk van a világ működéséről, bizonyos paraméterek náluk még hiányoztak, nem tudták, tehát csak azok hiányában tudták fölépíteni az elméletüket. És ez nem bűn, vagy nem sarlatánság, mert ma ezt egyszer így intézik el, hogy sarlatánság volt, egyáltalán nem erről van szó. Mehetünk már is tovább. Na most ez a bizonyos Edmund Kiss, én nem tudom, hogy ez magyar származású volt-e, vagy nem, Edmundnak hívták, tehát biztos, hogy a németsége volt a domináns az ő működésében, de egy biztos, hogy az egész működése, ahogyan ott hát Tiwanakuban hosszú ideig volt kint, méréseket végzett, rekonstrukciós rajzokat, többet is fogok tőle mutatni, ezek mind benne vannak Várkonyi Nándornak ebben a korai könyvében. Tehát én már abból fényképeztem ki őket. Ugyanakkor sikerült megszerezni Edmund Kissnek, vagy Kissnek, most mondjuk, ahogy akarjuk, a saját művét is. Iszonyú hosszadalmas volt, mert akkor még nem volt ez a könyvtár kölcsönzés ennyire kijátszott hát, húzás a kártyajátékban, de mindesetre sikerült megszerezni. Tehát néhány felvételünk abból fog származni. Meglehetősen riasztóan német. Tehát most teljesen függetlenül attól, hogy ő magyar volt eredetileg, vagy nem, ez egy német szellemi termék. Nem határolom el magam tőle, de ilyet magyar ember azért, ameddig magyar, addig ez biztosan nem rajzolt. Tehát pontosan az a hitleri, hogy mondjam, ez a monumentális építészet, hát amit elég jól ismerünk. Tehát ez, ennek a mintája, látjuk, itt vannak azok a formák, amiket ugye a Puma Punkunál láttunk a földre hullva. Ilyeneknek semmi nyomát nem látjuk, olyan, mintha néger plasztika lenne, de én egyáltalán nem maradt fönn. Tehát ő gondolta, hogy itt kell lenni ilyennek, tehát akkor megjelenítette. Mehetünk tovább. És akkor most megyünk a másik helyszínre. Tehát eddig voltunk Puma Punkun, láttuk, az jó messze volt, tehát egy korábbi képen láttuk. Most már ebben a közelben leszünk, ő a következő állomásunk. Mehetünk tovább. És akkor így a kiírás alapján, tehát most különböző nézetekből látjuk, és hát elvileg ugye kellett egy följáratnak lenni. Itt egy ilyen, ezt nevezték, de milyen keresztnek is, hoppá. Mert inka keresztként is szerepel, de hol voltak akkor még az inkák? Tehát az inka az a legutolsó fejezete, mégpedig meglehetősen agresszív fejezete annak a folyamatnak, aminek mi most valahol a kezdete körül vagy. Nem ez a legkezdetibb, úgy tűnik, tehát a Chavin az mintha valóban régebbi lenne, bizonyos jelekből lehet rá következtetni, de hát ez egy nagyon korai időszak. Mehetünk már is tovább. Na most gyakorlatilag ennyi látszik belőle. Tehát ez már helyszínről van fölvéve. Tehát itt lehet közelíteni, ez maga a kapana. Mehetünk tovább. Ez az egyetlen olyan rész, ami viszonylag tűrhetően föl van tárva. Tehát ebből lehet látni, hogy ez tényleg egy nagyon szépen megépített, biztonságosan megépített lépcsős piramis volt. Mehetünk már is tovább. És így egy-egy részletet. Tehát itt lehet a megerősítés módokat látni, hogy ilyen armatúrák, tehát hogy van megerősítve a sarkoknál, de azt is lehet látni, hogy ezek még tulajdonképpen ásatási szelvények. Tehát ez nem meg maga az épület, ezt gondolom észrevettük, és itt még mi minden lehet, tehát ez ott rejtőzik még benne, mehetünk tovább. És hát egy-két ilyen, hát ide még mondjuk esetleg be is lehetne menni. Na most vannak elméletek velük kapcsolatban, általában vízzel hozzák összefüggésbe. Ugyanis elég gazdag vízvezetékrendszer van, amit már részben föltárt, de csak nagyon kis részben, és tényleg legalább annyira hát modernnek nevezhető, mint a rómaiaknak a vízvezetékrendszere. Ebből lehet gyanítani, hogy talán nem az a része, amelyik ennyire civilizált, az talán nem is a legősibb része. De ez csak feltételezés, mehetünk már is tovább. Tehát legalább két rétegét mindenképp számon kell tartani. Most onnan, tehát az Akapánáról lenézve, akkor látjuk ezt a rendszert,
ami viszont már a Kalaszaszája. Tehát ez a naptemplom, és abban van, miután itt van a főbejáraton most nem lehet fölmenni, tehát csak oldalbejáraton lehet, és ennek a túlsó végébe, tehát ahol ez a túlsó vége, ott van valahol a napkapu. Ez a felülnézetben. Itt lesz majd előtte az a bizonyos földbe süllyesztett templom, ahol szintén le fogunk menni. Mehetünk tovább. És akkor most hátulról nézzük. Tehát ugyanez a terület, amit fölülről néztünk az előbb, ugye itt van az Akapana, tehát a piramis, erről néztük, és most mögéje kerülünk, innen nézzük, tehát ez a háta a napkapunak. És akkor most egy-két olyan részlet, nagyon sokat nem fogunk részletezni ennek a falán. Majd látni fogjuk, mert tulajdonképpen egyetlen hát elvre épül föl. Ez pedig az, hogy vannak nagyon nagy méretű, viszonylag megdolgozatlan. Tehát olyan, mintha egyből a kitermelt hát kő lenne, amiket úgy állítanak le bizonyos távolságra egymástól, minthogyha cölöpöket vernének le, és a közüket pedig egy egész más, egy sokkal kisebb kőanyaggal, és más az anyagfélesége is, azzal töltik ki. Tehát ez körülbelül olyan, most persze az analógia egy kicsit messze vezet, hogy leszúrom a karókat, és a közét meg sövénnyel töltöm ki például. Tehát itt a sövénynek felelnek meg ezek a kicsik, amiket néha egészen furcsa módon tömködnek be közéjük. Miért? Azért, mert ezeknek általában nem ilyen szabályos az alakjuk, ez kivételes, hanem teljesen szabálytalan. Tehát majd látni fogjuk, mi minden mesterkedés van, hogy ezeknek mégiscsak valahogy illeszkedjék a körvonaluk egymáshoz. Na most itt némely esetekben lyukak vannak, nem sűrűn, az egyik oldalon vannak ezek csak, a túloldalon nem voltak, mehetünk tovább. És akkor ebből néhányat ugye kinagyítottunk, mehetünk tovább. És az ember kereste, ezt nem is tudom, hogy azt hiszem a hanghatásra gyanakodtak ott a helybeliek. Viszont éppen Géza bátyán, kérném a következőt, elkapott egy olyan pillanatot, amikor lehetett látni. Hát ezek teljesen nyilvánvalóan a szem számára vannak. Tehát ennek rengeteg analógiáját ismerjük. Tehát úgynevezett célzójukak voltak. De bizonyos irányokat jeleztek. Na most talán ez volt az egyetlen, ahol megmaradt a célzójuk vonalában az is, amit megcéloztak vele. Mert ezeket nagyon könnyű ám lerombolni. De nagyon könnyű, és a kő mindig kellett építkezéshez. És itt van egy falu nem messze innen, ami mai napig működik. Tehát ez egy kőbányaként működik, mai napig egyébként. Hát amit nem kerítenek le, és puskás őrökkel nem védik, hát az ma is kőbánya. Na mehetünk, tehát én ezt tartom meghatározónak, és az összes többit pedig bizonyos hiányos hát, információ hát egyik felének, aminek hiányzik a másik fele. Mehetünk tovább. És akkor itt lehet talán látni, most néhány példát erre mutatok. Tehát így vannak ezek szépen letéve, és akkor hát közéjük pedig különböző méretű. Mehetünk már is tovább, ez megint olyan, mintha egy filmet pergetnénk, tetszik látni. Tehát itt vannak leszúrva ezek, és közéjük van téve. Aztán vannak olyanok, amiknél magasabbak, ők természetesen fölötte is építenek. Mehetünk tovább. És hát itt voltak nehéz helyzetben, mert ugye a kettő pontosan nem illeszkedik egymáshoz. Tehát itt már egészen kicsire kellett törni, és itt pedig hát ilyeneket kellett. Hát nem éppen szabályos kőalakzatokat kellett körbe rakosgatni. Na most ezt nem néztük meg, azt hiszem közelebbről, mert ez még lehet, hogy egészen modern. Mindenesetre egy biztos, ha ez nem egészen modern, akkor erre is azt kell mondjam, hogy miután teljesen egyformák voltak, tehát ezt nem lehet faragva, és teljesen értelmetlen faragni. Tehát ezek tényleg, mint ahogy ma is betonból ezeket öntik. Tehát nem faragják őket, mehetünk tovább. És hát itt lehet most fölmenni, mindesetre itt elég szépen látszanak ezek a kiegészítések. Most ezzel kapcsolatban csak annyit. A szakirodalom ebben az esetben német nyelvű, tehát azért majd látni fogjuk. Dél-Amerikában valamely érdekes oknál fogva, ezt máig nem tudom megmagyarázni magamnak, az angolok és a franciák valahogy nem tudom, ki maradtak. Valószínűleg azért maradtak meg az indiánok. Tehát az első nagy írtóhadjárat után a spanyolok mintha kifulladtak volna.
rengeteg indiánt hagytak meg. Másrésztről persze a terep is olyan, hogy sokkal jobban lehet benne elrejtőzni. Tehát például Perunak is a észak-nyugati része az dzsungel. Az éppen most vannak, vagy voltak ott a nagy, hát hogy mondjam én, lázongások, mert természetesen ott liberális kormány van. Ezzel én azt hiszem mindent elmondtam. Tehát ez Peru. Bolíviában van olyan kormány, ahol bizony indián mai napig is még a vezető, és éppen ezért voltak ezek a leválasztási kísérletek. Tehát az ellen hát próbálnak most mindent megtenni a nemes és szép amerikai nép, hát ugye inspirációjára. Amerika akkor még ugye nem a mai állapotában agresszívoskodott, alakulóban volt. De hogy az angolok miért nem tették be oda a lábukat, vagy a franciák, mert ezt tudjuk, hogy Észak-Amerikában ez a kettő csapott össze végül. Az elején a hollandok is próbálkoztak, hát tudjuk, hogy New York eredetileg New Amsterdam volt. Tehát hollandok alapították. De mindjárt a második menetben megjelent az angol, és ahol egy angol megjelenik, hát utána búcsúzhat a léttől, illetve a kultúrájától, aki ott eredetileg volt. Na mindesetre érthetetlen szinten. Most kezdenek észbe kapni, és azt tőlük megszokott mohósággal, de most már azért is. És hát a dél-amerikaiak pedig hát azt mondják, hogy hát egy frászt ébredtetek volna korábban. Pedig itt nagyon komoly lelőhelyek vannak, tehát azért ne felejtsük el, tényleg érthetetlen. Hát ezüst, olyan készletek, amik tulajdonképpen csak Magyarországon vannak velük összehasonlítható mértékben, de hát, hogy nekünk letagadják, ott viszont kitermelik. Tehát ezek azért fontos dolgok, mert az embernek bizonyos hát ideig, ha kutatja, akkor egy olyan érzése támad, hogy hát ha ezt nem a Jóisten védi, akkor nem tudom, hogy ki véd. Mert tényleg ez a benyomása az embernek, és még egyet azért itt már, ha belekezdtünk ebbe a témába, hadd mondjak el. Mi lekötelezettjei vagyunk ezeknek a népeknek. Miért? Azért, mert ugyanazok a zsoldosok pusztítottak ott, akik ugyanakkor Magyarországon is be voltak vetve. És ha ott ők magukra nem húzzák azt a teljesen elfajzott briganti népséget, ha nem húzzák magukra, akkor azok itt pusztítottak volna Magyarországon. De ide már csak a maradék jutott. De ne felejtsük el, hogy ugyanazok a spanyol zsoldosok voltak Szolnokon, ők adták föl a török, harc nélkül a törökök ellen. És ugyanúgy spanyolok voltak egy egész sereg más helyen. Na most képzeljük el, hogy ezek tízszeres nagyságrendben vannak itt. Hát akkor azt hiszem, hogy mi itt spanyolul beszélnénk. Vagy ivritül, mert az is elképzelhető. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy nagyon le vagyunk nekik lelkileg kötelezve. Tehát amikor az ember kiment közéjük, azért ezzel is, hát hogy mondjam, ment ki, hogy valahogy megéreztetni. Azt hiszem, az egy szóba is került. Tehát nem is nyilvánosan, mert voltak köztünk olyanok, akik, hát tisztelet, becsület nekik, de mondjuk nem így vélekednek, ahogy mi. Nem így vélekednek, és ezt kifejezésre is juttatták. Ráadásul együtt kellett ülnöm velük egy hosszú úton. Na mindegy, ezt most nem részletezem. Tehát nem volt könnyű megállni, hogy bizonyos helyzetekben az ember fölnálljon, és azt nem mondja, hogy ne haragudj, de nem ugyanazon a földön élünk ezek szerint. No, tehát ezt remélem, hogy most nem kell még egyszer elmondanom, vagy tovább részleteznem. Hát rendkívül fontos dologról van szó. Hát ne felejtsük el, 5. Károlynak volt ez a birodalma. Tehát ő volt az, ez a Habsburg, tényleg őrült volt. Tehát ezt tudjuk, az anyja őrült, Johanna volt. Tehát azért ez nem mi találjuk ki, hogy mindenáron elásztassuk a Habsburgokat. Ez egy őrült család. De az a baj, hogy közveszélyes őrült. Pedig lehetne önveszélyes is. Hát valahogy át kéne programozni. De minden esetre nagyon lényeges dologról van szó. És az ő öccse volt az a Ferdinánd, aki nálunk hát az első tartósan uralkodó Habsburg király volt. Nem ő volt az első egyébként, volt már korábban is Habsburg király, tehát Alberttel kezdődött, 5. Lászlóval folytatódott, de ő volt, aki hosszan, és ezért hát tulajdonképpen amit tud egy Habsburg rombolni, ő már elkezdte. Tehát bemutatta, hogy mit is tudnak. Na most
ő bizony szépen szólt a bátyónak, és akkor bátyó átirányított ide spanyol csapatokat, akik ugyanolyan bestiálisan dolgoztak a magyarral, mert ez is benszülöttnek számított az ő számukra, mint ahogy ott az indiánnal. Tehát bizony rokonok vagyunk az indiánokkal. Ha másért nem, akkor vérrokonok, a szónak sajnos a legbrutálisabb értelmében. És nagyon-nagyon sokat számított nekünk, hogy levonták rólunk őket, és átdobták az óceánon. Szerencsétleneknek egyáltalán nem nagy örömére. Most ebből sem mindenki jutott Dél-Amerikában, ne felejtsük el, hogy az első nagy rablások azok Mexikóban történtek. És Pizarro is Mexikóban kezdte a pályát. Tehát ő Cortez alatt volt az egyik alvezér, aki utána hallotta a hírt, hogy lehetek én még fővezér is. Tehát lehetek én még Jani is. És vállalva a kockázatot szépen lement. Azért nem két macskaugrás Mexikótól Peru. Tehát ezek azért válogatott brigantik voltak. Nem így, hogy a bankba beülök, és akkor innen rablom ki a világot. Ő elment a helyszínre. És bizony ott kockáztatta. Hát leírják egykori források, hogy amikor ők Atahualpát elfogták, előtte annyira esélytelenek voltak, hogy amikor tényleg közvetlenül a támadásra került sor, egyszerűen bevizeltek a hős spanyol zsoldosok. Nem tudom, érthető, tehát teljesen be voltak rezelve. Hát gondolom, csak a hígabját jegyezték fel. A többit nem bírta el a tinta, hát ezt gondolhat. Na most minden esetre ez a Kalasszaszájának a rekonstruált képe. Ezt többféleképpen rekonstruálják, ezt rögtön hadd mondjam el. Tehát igaz, hogy ez ennek a bizonyos Edmund Kisnek a rekonstrukció, de maga Edmund Kiss is adott másfajta rekonstrukciót is. Ő szerinte itt a középrészen is egy piramis állhatott, tehát van ennek egy pozitív megjelenési formája is. Minden lényeg az, hogy ezen a területen egy alapvetően más képződmény volt, mint a szélső területeken. Mehetünk tovább. Ez egyébként Várkonyi könyvéből való. Ez viszont egy egészen mai szerző. Most ennek is itt van a könyve, ezt azért mutatnám be, mert ez még kapható. Nem tőlem, vigyázat. Tehát itt szó sincs reklámról. Inka beavatása címe. Avagy a Puma ébredése. Na most ennek a szerzője egy indián név, akinek is spirituális úti kalauz az Andok. Na jó, ez egy hosszú cím. Azt mondja James Arévalo Merehildo Malku. Ilyen szép, rövid, jól megjegyezhető neve van. Na most ezt a nép, azt hiszem a Néprajzi Múzeumból szerezte be, ugye barátunk, Szelestél László, azt hiszem ezt tőled kaptam. Tehát lényegében ez egy tudományos fórumon kapható volt, pedig ez végképp nem tudományos. Tehát ez nem is titkolja, ő egy misztikus, tehát egy mai elhivatott személy, vagy elhiszük neki, vagy nem. Van némi primitívség a gondolat menetében, nem a legjobb értelemben használva a primitív jelzőt, de kétségtelen sok mindenre rámutat, amire egyébként tudományos fórumokon egyáltalán nem szokták fölhívni a figyelmet. De egyáltalán nem. Tehát ő tud például a benapozásnak a rendkívül fontos szerepéről, konkrétan vizsgál emlékeket, mi ezekkel nem fogunk, vagy csak legfeljebb egyet-egyet mutatok be majd később a Inka-ösvény fejezetében, és egészen konkrét vizsgálatokat. Tehát lát, fényképezi, ott van azon, amikor az illetőnek, tehát ennek az eseménynek az időpontja van, és nem másoknak az eredményeit hát eleveníti. Tehát körülbelül azt a munkát végzi, amit mi Velemér esetében, vagy Csengersima esetében hát évekig csináltunk. Úgyhogy azért érdemes megbecsülni. Most tőle fogok néhány képet majd mutatni, ott majd mindig hivatkozom, de azt ne várják, hogy a nevét is fogom mondani. Tehát mindesetre ez a megfigyelésnek a helye. Látjuk, hogy a napkapu egyáltalán nem szerepel a mai állapotában, a mai helyzetében benne. Ebbe körülbelül egyetértett mindenki, aki foglalkozott vele. A mai az másodlagos helye a napkapunak. Ezt el lehet hinni. Akár első közelítésre is. Na most ezek voltak a megfigyelésnek a pontjai. Tehát egy a főkapun belül, ez a napi egyenlőségi pontokat, és ezek pedig a szélső pontok, ezek pedig a napfordulós helyzeteket jelölték a horizonton. Ez a kép ahhoz a könyvhöz tartozik, amelynek a szerzőjét én nem fogom most újra megnevezni. Szép hosszú neve van, és indián. Na most ő az, aki a
inka beavatásról szól. Itt továbbiakban úgy is lesz szorol, tehát csak egy mondatot arról megerősítendő, amit már mondtam, hogy az inka az valaminek a vége, nem az eleje. Tehát amit ő itt inka beavatásként közöl velünk, az egy sokkal, de sokkal ősibb szertartás. De aki önmagát inka származéknak tartja, és mi is találkoztunk ilyennel ott, az egyik vezetőnk ilyen volt, azt erről ugyanúgy nem lehet meggyőzni, mint mondjuk egy románt arról, hogy hát azért éltek románok előtt is Erdélyben. Tehát egy utolsó fázist tekint meghatározónak, és aztán mindent abból próbál levezetni. Hát ilyen értelme természetesen Bolyai János is román volt, de hát Bethlen Gábor is természetesen román volt. Tehát ez már aztán ebből folyik, ebből következtetve, ugye sok mindenhez el lehet jutni. Na mindesetre a dél-amerikai kultúrákat semmiképpen ne azonosítsuk az inkával. Inkább valami mást javasolnék, majd látni fogjuk, hogy sokkal mélyebbek a gyökerek, és ott az az elfajulásnak volt az időpontja, nem véletlen, hogy tulajdonképpen nagyon könnyen le lehetett őket győzni. Meglepően könnyen. Tehát olyan elképesztő mennyiségi fölényben voltak, hogy mai napig vita témája, hogy hogy lehetett őket egyáltalán legyőzni. Hát itt miután teljesen a témánál vagyunk, azért annyit hadd mondjak el, hogy akik oda kimentek, mi általában a hódítókat a katonai vonalon tartjuk számon. De éppen most figyelmeztetett Szelestei László barátom, hogy azért vigyázat, mert ezekkel papok is mentek. Na most azért azt tudni lehet, hogy például, ha már fölmerült ugye Bolyai románsága, akkor hadd emlékeztessek rá, hogy a romániai ortodox teológiákon fekete mágiát tanítanak. A teológián tantárgyként. Tehát ez azt jelenti, hogy akik oda kimentek, nem csak vassal hódítottak, hanem szabályszerűen le tudtak bénítani, akár tömegeket is. És a katona ugyan bepisílt, de papról nem írták le, hogy bepisílt volna. Tehát ő pontosan tudta, hogy kell a mesterségét hasznosítani, és ezek bizony a legsötétebb fekete mágiával tudták. Hát nekik erősebb volt a fekete mágiájuk, mint az ellenfél oldalán a fehér mágia. És miért volt az olyan gyenge? Azért, mert már belháborúkban lepusztult az az erő, ami meg tudta volna tartani az inkákat. És ebbe viszont az inkák maguk aludasak. Tehát ezt nem lehet az európai hódítókra rákenni. Mert bírták volna, tehát egy fehér mágia mindig hatástalanítani tud egy fehér vagy egy feketét, ha az azon a szinten van. De ha egymásra pazaroljuk el az energiákat, akkor viszont nem fogjuk tudni kivédeni. Na ennyit akkor erről, köszönöm a figyelmeztetést. Tudnék, magamtól lehet, hogy nem tértem volna ki rá, majd a inka ösvényen járdogálva, majd azért erre is rá fogunk térni, hogy hát ott azért már erősen belül szétrohadt az a rendszer, amit mi utolsó fázisában tudunk tulajdonképpen csak jól adatolni. A korábbiak gyakorlatilag csak ásatásokból, tehát régészeti hagyatékból tudunk következtetni. Na, minden esetre, hát ez itt egészen biztosan nem inka, tehát ezt gondolom, hogy nem kell magyarázni, ez sokkal korábbi.